Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy velünk vannak, köszönöm, hogy velünk vagytok. Ez a Hát így podcast következő mai adása. A Hát így podcast mai adásából. Nincs ilyen, hogy jó és rossz magyar. A problémát más okozza, a politika. Tehát az, hogy van egy család, vagy egy erdélyi, romániai magyar, meg saját akaratából, családi problémák miatt, vagy érdekből, érvényesülés miatt kéri és megkapja a kettős állampolgárságot, azt nem lehet elítélni. Nem szokták megkérdezni, hogy neked van kettős állampolgárságot, vagy nincs. Isten ments, hogy oda jussunk, hogy elkezdjék hivatalosan kérdezni, vagy firtatni, ahogy szokták mondani, hogy kettős állampolgársága van, vagy nincs. Nem tartom például korrektnek, vagy igazságosnak azt, hogy nem tartózkodom életvitelszerűen Magyarországon, nem adózok, és akkor befolyásoljam a választásokon a magyar politikai helyzetet, vagy hogy kivezesse Magyarországot melyik pár. Hát így, Gyurcsány Ferenc podcastje. Vendégünk Lakatos Péter, akiről majd sok mindent meg fognak tudni, nem is olyan soká. Kezdjük mindjárt úgy, hogy, és ebből tudni fogják, hogy valójában ő ki is, vagy ki lehet, hogy lehet egyáltalán az ember boldog kisebbségi létben létezve Romániában? Lehet, ha megvan hozzá a képessége, és sok minden kell hozzá. Kell egy megértő család, egy olyan közösség, ahol meg tud nyilvánulni, és egy olyan akarat, amiből mondjuk úgy több kell, mint egy románnak. Azok, akik nem tapasztalták meg a kisebbségi életnek a hétköznapjait, és hát én sem, többségünk nem, azoknak legfeljebb elképzelései vannak, meg másodkézből szerzett információi, hogy milyen is ez. Akarva akaratlanul az ember dacos lesz, ha kisebbségi életben él, vagy inkább büszke, hogy képes vagyok megőrizni így is magyarságomat, vagy inkább elbújik, mert nem akarja a konfliktust? Hát, ha magamról beszélek, akkor az első kettőből több, tehát dacból, hogy azért is megmutatom, és adott esetben büszkeségből is, és hál' Istennek a pályámon volt lehetőségem, hogy a románoknak bizonyítsam úgy, hogy ők el is ismerték. Na akkor ezen a ponton szerintem mutassuk is be mai vendégünket, Lakatos Pétert, aki Romániában született, Romániában él, Bánffyhunyadon született 1952 elején, és hát, ha végig lapozzuk az élete történetét, akkor volt neki közéleti szerepvállalása, képviselő volt az RMDSZ színeiben a parlamentben, aztán volt vezető állami tisztségviselő, az állami számvőszék főtanácsosa, egyébként pedig hát tűzoltó tiszti főiskolát, egyetemet végzett, és ekként is dolgozott sok-sok éven keresztül, de volt üzletember is, alkalmazottként is, meg van egy picike kis saját cége, szóval érdekes, összetett élete volt, de nyilván elsősorban azért is találkozunk, mert van egy erős közéleti szerepe. Hát a híres hírhette vezető Ceaușescu időszakában élted felnőtt korod legnagyobb részét, ő 65-ben ugye kezdte nem túl dicsőséges pályafutását. Milyen emlékeid vannak neked erről az időszakról? Hát megmondom őszintén, jók nincsenek, mert az egyszerű emberek megérezték azt a nehézséget, amit egy diktátori hülyeség, rossz elképzelés miatt megtörténik. Vagyis Ceaușescu hirtelen minden adósságát vissza akarta fizetni külföldnek, exportált mindent, amit lehetett, és akkor történt az, hogy fejadagra kaptuk a cukrot, a kenyeret, a húst, sorba kellett állni a tejér hajnalba, két kisgyerekkel, mondjuk nem volt valami kellemes télidőben. Ugye volt jó néhány év, amikor tényleg nagyon szigorú volt a hétköznapi élet, azt mondod, hogy hát a mindennapi betevőért sorba kellett állni, aztán vagy volt, vagy nem volt. Volt ebben a szegénységben, ebben a kiszolgáltatottságban különbség a román és romániai magyar polgár között, vagy osztoztatok ebben a sorban? Hát ebben a sorban a kimondott pártaktivistákon kívül mindenki osztozott, nem volt mese. Sokan azt mondják, hogy az akkor létezett szocialista világban talán Ceaușescu rendszere volt a legkeményebb rendőrállam, elnyomó állam. A híres hírhet Securitate mindenütt ott volt. Nyilván voltak hivatásosok is, voltak, akiket beszerveztek, ilyen társadalmi, talán kapcsolattartók. Mondd, volt valaha kísérlet arra, hogy téged beszervezzenek? Arra nem, hanem hogy figyeljenek, arra igen. Aha. Ez később derült ki, már 90 után, amikor kikértem a titkos szolgálatok anyagait. Ez most már utólag derült ki, bizonyos szempontból egyrészt rosszul esett, mert olyanok is voltak, akikre nem gondoltam. Akik jelentettek rólad. Igen. Másrészt utólag annyi elégtétel, hogy ketten-hárman közülük elnézést kértek, mikor rákérdeztem, hogy de miért? Amikor a világ ránézett Romániára, akkor mi magyarként, még akkor is, hogyha ez nem volt beszédtéma, annyit nagyjából a 80-as évek közepétől általában tudtunk, sejtettünk, éreztünk, hogy bizony csudarul bánnak ott az emberekkel, és nehezebb az élet magyarként létezni. De közben azt is láttuk, hogy különösen a román külpolitika az más utat jár, mint a többi ország. Nem vonultak be Csehszlovákiába, Nixon 70-ben odalátogatott, részt vettek a Los Angeles-i olimpián. Ez adott a romániai embereknek valamilyen fajta nemzeti büszkeséget, hogy jó-jó lehet, hogy nekünk kicsikét rosszabbul megy ebben, abban, amabban, de lám-lám, mi azért megmutatjuk, hogy önállóak vagyunk. Szuverén a nemzet, hogy most egy ilyen Magyarországon sokat használt kifejezéssel éljek. Volt ebből nemzeti büszkeség? Ceaușescu mindent megtett, hogy legyen. Az emberek azt látták, hogy a királynő is fogadta a Ceaușescu házaspárt. Nagyon jól eljátszották a szerepüket, és ebben a román külpolitika verhetetlen, főleg, hogyha a Magyarország külpolitikájával úgy 100 évre összehasonlítjuk, akkor ebben a román külpolitika le a kalappal. Ebben a fiatal felnőtt korban, még a rendszerváltás előtt időszakban, bármilyen fajta atrocitás téged közvetlenül érte, vagy a környezetedben tapasztaltál-e, pusztán csak azért, mert magyar vagy? Hát ez maximum akkor történhetett meg, hogyha egy román kislánynak udvaroltam, de az nem magyar-román viszony volt, hanem a féltette az apuka a kislányt. Hát nem az apuka, esetleg egy másik hódolója, tehát ilyen dolgok, vagy lakodalmakon, vagy házi bulikon, de ez nem kimondottan a román-magyar ellentét miatt, legalábbis ott Kalota-Szegen vagy Bánffyhunyadon a mi környezetünkben. 37 éves voltál, ha jól számolok itt fejben, amikor 89. decemberében eléri a rendszerváltozások hulláma Romániát is. Nagyon-nagyon másképpen történt ott, mint a régió többi országában. A legvéresebb rendszerváltozás Romániában zajlott, Temesvár központjában. Jól ismert a történet Tőkés László kilakoltatása körül. Mondd, te számítottál arra az előző években, hogy megéled a román rendszerváltást, vagy hogy egyáltalán benne voltad a levegőben? Ha benne lett volna, akkor adott esetben még azt is elvállaltam volna 86-ban, hogy Bukarestbe megyek tanárnak a tűzoltótiszti főiskolára. Mert akkor azt mondtam volna, 3 év valahogy kihúzom, és utána minden rendben lesz. Te ugye ezekben az években már jóval korábban, te már Nagy-Váradon élsz. Éreztél, vagy éreztetek bármilyen fajta hangulatot a rendszerváltozásból? Nagyon sok ilyen nagy történés az megmozgat nagyvárosokat, legtöbbször a fővárost, a vidék meg leginkább távolról nézi, aztán a fővárosban elintéződnek a dolgok. Itt annyi a különbség, hogy a központ persze először Temesvár volt. Szóval Nagyváradon valami hasonló történések egyébként lejátszottak, mint Temesváron vagy később Bukarestben? Hát én megmondom őszintén, aggódtam nagyon, mert a lányom akkor az iskola kosárlabda csapatával Aradon volt, és akkor nem voltak mobiltelefonok, és nagyon nehéz volt az első pillanatok után kapcsolatot teremteni Araddal, Temesvár, hát Arad-Temesvár 50 kilométer, és amikor sikerült az edzőjével beszélni, most megyünk az állomás fele Aradon, de itt már lőnek. Na most hál' Istennek Váradon nem történt meg. Persze megpróbálták a Belényesről a harckocsi századot kivezényelni, aztán nem tudtak elindítani egy csomó harckocsit, úgyhogy nem lett belőle semmi. Aztán viszonylag későn a rendszerváltás után kapcsolódott be a közéletbe. Ugye a rendszerváltozással és azt követően régóta először lehetőség van, hogy a magyar közösség politikai értelemben is megszerveződjön, és ennek a legjelentősebb tényezője azt az RMDSZ lesz. A hétköznapokban hogyan változik a magyar kisebbségnek az élete a rendszerváltozás után azáltal, hogy természetes módon meg lehet jeleníteni az embernek az egyéni és a közösségi magyarságát, hogy lesz egy olyan egyébként befolyásos politikai szervezet, egy párt, amely kifejezetten ezen az alapon szerveződik meg. Mit jelentett ez a hétköznapokban? Hát közvetlenül az RMDSZ megalakulása után óriási volt a romániai magyarság lelkesedése. Ezt számtalan tény bizonyítja. Aztán bekövetkeztek a marosvásárhelyi események 90 márciusában, magyar feliratok miatt összetűzés történt Marosvásárhely főterén. A Marosvásárhely az abban az értelemben is szimbolikus, hogy először jelenik meg nagyon egyértelműen, nagyon durván, nagy nyilvánosság előtt az erőszak úgy, mint amely két népcsoport közötti erőszak, a romániai románok és magyarok közötti konfliktust mutatja meg. Ez nyitánya egy hosszú konfliktussorozatnak, vagy ez egy egyszeri esemény felkiáltó jel, aztán visszatérnek nagyjából a hétköznapok a nyugodtabb élet világába. Nagy volt az elkeseredés és felháborodás. Utána politikai szintérre csatornázták, és a parlamenti vitákban csúcsosodtak ki az ellentétek, tehát van 3-4 kereskedelmi televízió, ami kimondottan erre épült és épül, ezért a közösség sok esetben egyik vagy másik féllel azonosul. Itt van egy olyan gond, hogy talán több magyar értelmiségi és politikus kellene részt vegyen és véleményt mondjon ezekben a vitákban. Mert egyszerűen meg kell magyarázni a románoknak, a román lakosságnak, akik úgy nőtt fel egy generáció azon a történelmen és azokon a téziseken, amiket Ceaușescuék diktáltak. Na menjünk hozzá vissza, és az RMDSZ-hez nagyon korán csatlakozta az RMDSZ-hez. Valójában miért? Miért vállalták közéleti szerepet? Mi hajtott? Milyen vágyaid voltak? Akkor vágyok így nem fogalmazódtak meg. Az ember úgy érezte, hogy ez egy természetes dolog. Tehát megalakul a magyaroknak egy szervezete, akkor úgy éreztem, hogy ott kell legyek, a része kell legyek. Mi mindig úgy beszélünk általában a romániai magyarságról, minthogyha az egy feltétlenül egységes közösség lenne. Aztán, amikor az ember beszélget ott élő barátaival, akkor látja, hogy minthogyha lenne különbség abban, hogy valaki a Partiumban él, valaki Erdélyben él, valaki Szorvágyban él. Ez valóban így van, és ha így van, akkor mi a különbség ezen magyar léthelyzetek között? Különbség van, és ez több okra vezethető vissza. Például Bánffyhunyadon mi elejétől fogva, hogy megépítették a tokai, illetve a kékesi átjátszó állomást, foghattuk a magyar tévét. Tehát mondhatom azt, hogy sokkal előnyösebb helyzetben voltunk, mint a székelyföldi magyarok, akik csak a bukaresti este 10 órakor befejeződő tévéadást tudták nézni, hogyha értették a szöveget. Ugye Bánffyhunyad, a Partium és Erdély határa környékén, Kolozsvártól még kicsikét nyugatra van, valóban ott még nem árnyékolnak le ugye a Kárpátok. Erről beszélünk. Erről beszélünk, és Kolozsvárról, amikor a magyar válogatott világbajnokságot játszott, rengetegen jöttek autóval, vonattal Bánffyhunyadra, nálunk az udvaron állítottuk fel a tévét, 30-40 ember nézte. Ma hány magyar vallja magát magyarnak Romániában az utolsó népszámlálás szerint nagyjából? Nagyjából olyan 1 millió, 1 millió 100 ezer. Jó 30-40 évvel ezelőtt közel 2 milliós volt a romániai magyarságnak a létszáma, lélekszáma. Történelmi távlatban, évtizedes távlatban gondolkodva valóban gyorsütemű a fogyás. Törvényszerű az, hogy a nemzeti kisebbségek, akkor, amikor körülveszi őket egy többségi kultúra, nyelv, más identitás, hogy ezek gyengülnek, hogy feloldódnak, hogy elvesznek, vagy itt valamit nem jól csinálunk mi közösen, Magyarországról is beszélek, magamról is beszélek, rólatok is beszélek. Természetes folyamat ez, vagy nem? Mindenből egy kicsi. Megmondom miért. Van egy természetes része, ezt úgy hívják, hogy vegyes házasságok. Aztán a másik dolog az elvándorlás, ami egyrészt megélhetési kérdés, megélhetés alatt értem az érvényesülést, a jobb élet iránti igényt. Említed a vegyes házasságokat. Ha ma egy román fiú egy magyar lánynak udvarol, fordítva, magyar fiú román lánynak, és megint fordítva, szóval szokott ez okozni a családon belül vitát, beszélgetés, hogy jaj, fiam, lányom, azért ez nem úgy van, a magyarnak magyarhoz kell hozzá mennie, románnak románnak kell hozzá mennie, vagy elmúltak ezek az idők, vagy talán nem is tudom, hogy voltak ilyen idők. Hát én azt mondanám, hogy a szerelemnek nem lehet parancsolni, vagy gátat szabni. Na jó, a te gyerekeid esetében mi történt? Hát jó, csak én, a feleségem magyar, tehát ilyen szempontból nála. A gyerekeknél? A gyerekeknél is. De a családban van olyan, aki unokatestvérnek a gyereke svédhez ment feleségül, a másik gyereke egy román fiatalemberhez ment, és Magyarországon élnek. A baráti környezetben is sokan vannak. Itt minden attól függ, hogy a két család hogy fogja ezt fel? Magyar iskolába járnak, mennyire tanulnak meg románul a magyar fiatalok ma a te környezetedben? Hát ez egy nagyon nevralgikus pontja a dolognak. Amikor én fiatal voltam, Váradon a közös nyelv volt a magyar, ugye a románok nagyon jól beszéltek magyarul, aztán megfordult a helyzet, és hogyha jól megnézzük, Nagy-Váradon most már csak 20,5% a magyar, Kolozsváron 13,5%, tehát sokat változott a világ. Aki 18 éves koráig nagyjából magyarként ott élve nem tanul meg rendesen románul, annak mennyivel lesz összetettebb, nehezebb, komplikáltabb az élete ezt követően? Hát abban a pillanatban, hogy valahol el akar helyezkedni, elkerülhetetlen, hogy ha csak nem nyit ő saját magának valamilyen kis műhelyt, vagy nem egyéni foglalkozó, de más területen volens-nolens, elnézést a kifejezését, de akarva akaratlanul meg kell tanuljon románul. Érzik ezt a magyar családok, magyar szülők, hogy ha jót akarok a gyereknek, akkor miközben őrzöm az ő magyarságát és nyelvét, segíteni kell abban, hogy megtanuljon románul? Van ilyen erőfeszítés? Vagy ez általános, vagy nem általános? Van ilyen erőfeszítés, én a baráti, ismeretségi és családi körből tudom. Kétféle reakció, vagy kétféle megoldással próbálkoznak. Az egyik az, hogy 5. osztálytól azt mondják, hogy adják román iskolába, mert az érvényesülése így később könnyebb lesz. Annak idején anyósom, a feleségemet, 4. osztály után Kolozsváron román iskolába járatta, és az egyetemet is román nyelven végezte. Én végig magyar iskolába jártam, a közgazdasági egyetemet is magyar nyelven végeztem, és jobban beszélek románul, mint ő. Nem egy román. Az egy másik dolog, hogy a parlamentben sokszor megtörtént, hogy ki kellett javítsam a törvénytervezet szövegét, és akkor a bizottság elnöke mondta, hogy hát ez csúfság számunkra, hogy egy magyar kell megtanítson minket helyesírásra, de valószínű, hogy ez adottság kérdése is. Én mégis azt mondom, hogy a magyarság megőrzése miatt fontos, hogy magyar nyelven végezze az iskoláit, legalább a 12. osztályig, de ugyanilyen fontos, hogy tanuljon meg románul. Ehhez a szülők tudják a legjobban a megoldást. Az én apám például, aki gyógyszerész volt, anyám magyar történelem szakos tanárnő. Engem nyári vakációba felküldtek a Nyugati Havasokba egy szanitéc volt, ott lakott és a feleségével, és egy hónapig ott voltam. Egy vak hangot nem tudtak magyarul. Ha Nagyváradon jövünk, megyünk, vagy ha Kolozsváron jövünk, megyünk, és csak magyarul tudunk beszélni, akkor manapság mennyire könnyen boldogulunk ott a hétköznapokban, vásárlásnál, hivatali ügyintézésnél, vagy mennyi nehézségünk lesz mostanára? Hát ami a vásárlást illeti, lévén, hogy beléptünk az Európai Unióban, és az emberek tudják azt, a kereskedők, hogy érdemes minél többet eladni, akkor törik kezük, lábukat, hogy valamilyen módon megértessék magukat a vevővel, tehát ez nem okoz gondot. Ha a faluhelyen autó elakad, gumidefekt, ott is segítenek. Tehát ilyen szempontból általában nem tapasztal az ember elutasítást, vagy ilyen típusú hozzáállást. Ugye az egyik legnagyobb vita, ami az elmúlt években napirenden szerepelt a romániai magyarság és a magyar közéleti politikai tényezők között, az az automatikus, könnyített állampolgárság megszerzése. Ma valamivel több mint 1 millió romániai magyar állampolgárnak valamivel több mint a fele, vagy jó 600 000 egyébként megszerezte ezt az állampolgárságot. Te hogyan döntöttél ebben az ügyben, és te hogyan látod ezt a vitát? Megmondom őszintén, amikor eleinte csak magyar igazolványról volt szó, akkor azt mondtam, hogy hát én nem ragaszkodom ahhoz, hogy nekem papírom legyen róla, én tudom, hogy magyar vagyok, a környezetem tudja, az a papír nekem nem számít, nem váltottam ki. Később, amikor a kettős állampolgárságról kerül szó, és a könnyített megszerzéséről, azoknak nem lehet elítélni azokat az embereket, akik biztonsági szempontból, na most, hogy biztonsági szempont, sose lehet tudni, mire lesz jó. Aztán, hát ha könnyebb lesz a külföldre utazás, főleg amikor szóba került, főleg az elején, amikor még Románia nem volt az Európai Unió tagja. Van olyan, aki soha nem vette hasznát annak, hogy megvan a magyar útlevele, vagy hogy kettős állampolgársága van. Ez mind egyéni hozzáállás. Én nem tartom például korrektnek, vagy igazságosnak azt, hogy nem tartózkodom életvitelszerűen Magyarországon, nem adózok, és akkor befolyásoljam a választásokon a magyar politikai helyzetet, vagy hogy kivezesse Magyarországot melyik párt. Ez azt jelenti, hogy te például nem vettél részt a magyarországi választásokon? Nem. Egyébként részt vehetnél? Hát, ha lenne magyar útlevelem és magyar állampolgárságom, akkor természetesen. Mert hogy egyébként nem folyamodtál magyar állampolgárságért se? Nem. Csak magyar igazolványért, nem? Nem. Se magyar állampolgárságért, se magyar igazolványért. Amikor arról kellett otthon beszélgetni, hogy akarunk-e magyar állampolgárok lenni, vagy nem akarunk magyar állampolgárok lenni, akkor milyen érvek hangoztak el egyik vagy másik oldalon? Én nem bíztattam senkit, és nem tántorítottam el senkit. Azt mondtam, mindenki eldönti saját maga. Abban a pillanatban, hogy a családomban van, aki felvette a magyar állampolgárságot, van, aki nem, akkor ez leképezi az erdélyi magyar társadalmat. Az később történt, és ezt aztán természetes módon ellenzem, hogyha egyszer valaki magyar állampolgár lett és szavazni akar, akkor egyes állampolgárok, magyar állampolgárok szavazhatnak levélbe, mások nem. Tehát ezzel én azt mondom, hogy na látjátok, itt van a különbségtétel. Ha már lehet, akkor legyen mindenkinek. A kettős állampolgárságról zajló vita az messze több önmagánál. Valójában sokszor az a kérdés, vagy így teszik fel, jó magyar vagy rossz magyar vagy. Jó magyar vagy, hogyha támogatod, ha nem támogatod, ha felveszed, ha nem veszed fel. Onnan nézve, aki jogosult erre és részt vesz ebben a közösségben, hogyan látod te ezt a vitát? Jó és rossz magyar létezésének vitáját a kettős állampolgárság kapcsán. Nincs ilyen, hogy jó és rossz magyar. A problémát más okozza, a politika. Az mondjuk gondot jelent, amikor látod, mert mondják azok, akik elmentek esküt tenni, hogy nagyon sok olyan román is felvette, aki nem tudott magyarul, de a papírokat lerendezték, és köszöni szépen, jól van, marad tovább Romániába. Az más kérdés, hogy szavazás esetében ő kire szavaz és hogyan. Hogy az ő nevére érkezett szavazócédulát kihasznosítja, és milyen pártra. Tehát ezért én elvből nem kértem, és nem folyamodtam a kettős állampolgárság miatt. Valóban az az általánosnak tekinthető vélekedés a romániai magyarság körében, hogy akinek van vitája ezzel a megoldással, az mondjuk magyartalan, az nem magyar, az elvitatja a romániai magyarok magyarságát? Hát a magyarok közt fel se tevődik, nem szokták megkérdezni, hogy neked van kettős állampolgárságot, vagy nincs. Isten ments, hogy oda jussunk, hogy elkezdjék hivatalosan kérdezni, vagy firtatni, ahogy szokták mondani, hogy kettős állampolgársága van, vagy nincs. Ugye abban azért mi minden bizony egyetértünk, hogy politika ide vagy oda, az teljesen természetes, hogy az embereknek az a törekvése, hogy jobban akarnak élni, könnyebben és nagyobb biztonságban akarnak élni, hogyha egy közösség kap valamit, akkor nem azt mérlegeli, hogy valójában másnak is kellett volna, vagy nem akar elsősorban megköszönni ezt. Tehát ebben az értelemben szerintem személyre vetni bármit is a Romániában élő magyar kisebbségnek és tagjainak, hogy ők kapnak valamit, hogy azt elfogadják, ugye mind a ketten azt gondoljuk, hogy ezt nem szabad, és erre nincs okunk, az embernek azt meg kell köszönnie, amit kap. Természetesen, és tovább megyek, van egy olyan helyzet, nem egy több, de mondom a bánffyhunyadi, mondjuk újszülővároson példáját, ahol a magyar állam segítségével óvoda és bölcsöde épült, és óriási cirkusz volt belőle a tavaly, hogy azt mondták az ottani románok, mármint a helyi tanács, hogy csak akkor járulnak hozzá a működési engedély kibocsátásához, ha román gyerekek is járhatnak oda. És nem volt más megoldás, és azt mondták, hogy igen, természetesen járhatnak. És én Nagy-Váradon is tudok olyan bölcsödét és óvodát, ahova román gyereket iratnak be, és ezzel nincs semmi probléma, mert megtanul magyarul, és amit mondtam, könnyebb lesz majd a kommunikáció a két nemzet között. Ti soha nem gondoltatok arra, hogy Magyarországra költöztök? Soha. Gyermekeitek? Hát a lányom, ő Kolozsváron végezte a biofizikai egyetemet, ott a mesterfokozatot, aztán Szegeden doktorált, aztán Olaszországban kutatómunkát. Egy ideig Kecskeméten a kórházban volt alkalmazott, férje szintén Szegeden végezte próbált PhD diplomát szerezni. Úgy nézett ki, hogy nem jönnek haza, aztán amikor állapotos lett, azt mondta, hogy hát ők mégis hazajönnének. És ez látszik, hogy milyen családban nőtt fel valaki. Ha van kötelék, ha van az az érzés, összetartozás, van kire számítani, hazajött. Nagyon sokáig az volt a magyar büszkeségnek az alapja, hogy még ha vannak is bajok, azért mi jobban élünk, mint ebben, vagy abban, vagy abban az országban, és többek között itt a felsorolásban ott volt Románia is. Most sokszor olyan adatokat hallunk, hogy hát bizony ebben meg abban a kérdésben vagy ügyben Romániában ma könnyebb az élet, jobbak a gazdasági mutatók. Te, aki mozogsz sokat a két ország között, te egyébként így is érzékeled, hogy megváltozott a két országnak a teljesítménye a hétköznapok alapján? A Nagyvárad határában levő nevet nem mondok, áru, de mondhatom, mert ott vannak. A Kaufland, a Lidli reggelente magyar mikrobuszok vannak, tehát ilyen 8-9 személyes, meg magyar kucsik. Sokszor megtörténik, hogy megkérdeznek például, ha tőkehalnak, hogy mondják románul, tehát állnak a mobiltelefonnal kézbe és soroznak, osztanak, hogy nézzék meg, hogy mit érdemes és mit nem, és nagyjából még érdemes, pedig ezelőtt olyan 15 évvel mi jártunk át a debreceni metróba vásárolni. Tehát ez mindig az adott gazdasági helyzettől függ. Mondd, ha lehetne, te megváltoztatnád a határokat? Nem. Átjárhatóvá kell tenni őket. Be kell Románia és Bulgária is lépjen be a Schengenbe. Ezzel sok minden a gazdaság szempontjából megoldódik. Sok minden. Másrészt határrevíziót őrültség elkezdeni. Jó, Putyin elkezdte, mert ő megtehette, látjuk hova vezetett, kinek hiányzik a harc, a háború, a halottak, sebesültek és családi tragédiák. Tehát szerintem ez elfogadhatatlan. Hogy a mai napról is, vagy napokról is beszéljünk egy keveset, sokan kapják fel itthon a fejüket, amikor véletlenül fülükbe jut, hogy hol is tart most az egyes romániai pártoknak a támogatottsága, és közöttük különösen egy nagyon friss párt, a Románok Egyesülésért Szövetség, ugyeben AUR rövidítéssel szerepel nagyon sokszor a hírekben, amely, ha jól emlékszem, talán aranyat jelent, ugye? Egészen elképesztő támogatottsággal rendelkezik, talán mintegy 20%-kal, a második legbefolyásosabb párt. Arról ismerik általában őket, hogy nagyon erőteljes, helyenként magyar ellenes, román nacionalista, egyszerű mondatokat mondanak. Ez egy populista gyülevész társaság, aki vagy amelyik kihasználja egyrészt az Európai Uniós ellenes hangulatot, a populizmus, a nacionalizmus. Tehát azért mondom, hogy gyülevész, mert több, ők szövetség, tehát több ilyen irányzata van. Erdélyben legalábbis nagy történelmi és kulturális hagyománya van az egyensúlyozásnak, a hintapolitikának. Bizánc, Konstantinápoly és Bécs, Habsburgok között kell egyensúlyozni. Bukarest és Budapest között kell egyensúlyozni. Az RMDSZ jó 30 éves pályafutása alatt időnként magyarországi bal és jobb oldalhoz kötődő pártokhoz között kellett egyensúlyozni. Most tekintettel, hogy az RMDSZ szoros együttműködésben van a magyar kormányt adó pártokkal, milyen nehézséget okoz, vagy okoz-e egyáltalán nehézséget, hogy a romániai közéletben a meghatározó főirány az mégiscsak a Brüsszel való együttműködés. És ennek a része az RMDSZ is ennek a közéletnek. Miközben legfontosabb magyarországi partnere, amelyen tényleg nagyon sok minden múlik, hogy mennyire tud sikeres lenni, ez vitathatatlan, az pedig egy ezzel ellentétes politikai irányt visz. Ezért lesz nagy gond az RMDSZ-nek is jól szerepelni az Európa Parlamenti választáson, mert a magyar televíziót nézve nehéz, miután 2-3 éve mind azt hallják, hogy csúnya Brüsszel és mit akar, most akkor azt mondani, hogy de menjetek el szavazni, mert nekünk ez fontos. Gyakorlatilag az RMDSZ-nek most csak egyet tehet, elismeri és elmondja, hogy a romániai magyarságnak nincs más útja, mint az Európai Unió. Nem lehet, nincs más választás. Az erdélyi magyarság helyzetét nem lehet elvonatkoztatni a magyarországi helyzettől, és annak idején Markó én szerintem nagyon jól mondta, hogy mi Bukarest és Budapest között ott vagyunk, nem is a félúton, mondjuk Várad igen, de még Várad sem, mert Marosvásárhely félúton körülbelül, de a lényeg, hogy könnyebb volt Bukarestben úgy politizálni két mandátumon keresztül, nekem személy szerint, de én úgy láttam, hogy a kollégáimnak is, főleg az elején, amikor Magyarország példa volt. Annak idején jól működött, illetve mondjam úgy, volt hatása a román és magyar kormány együttesülésének. Hogy az Bukarestben volt, vagy Pesten volt, de volt eredménye, határátkelők megnyitása, különböző helyzetekben történtek apró lépések, előrelépések. Előre és nem hátra. De ezekre, ilyen típusú politizálásra lenne szükség ahhoz, hogy az RMDSZ-nek könnyebb legyen a helyzete Bukarestben, mert azt már a romániai magyarok többsége látja, hogy az dől el, tehát Bukarestbe dőlnek el a minket közvetlenül érintő problémák. Nagyon jó dolog, hogy a magyar állam segít az oktatásban, az anyanyelvű oktatás kérdésében, hogy minél többen tanuljanak magyarul. Nagyon jó, hogy segít az egyházi ingatlanok esetében a karbantartás, felújítás, mert azért a templomjaink eléggé előregedettek, és a román államtól olyan mértékben, mint ahogy szeretnénk, mert azt kell látni, hogy a katolikus református templomok sokkal régebbiek, mint az újonnan épült ortodox templomok, vagy nem csak az ortodox, mert ott van a hívők, a baptisták, ezek új létesítmények. Egy régi, sokkal nagyobb ráfordítást igényel, ami karbantartás, felújítást érint, és általában a kultúrára szokott maradni a legkevesebb pénz a költségvetésből. Mondom úgy, hogy két mandátum alatt a Költségvetési Bizottságban próbáltam ezt megoldani. Van-e bármi, amit nagyon másként csinálnál, nem feltétlenül személyesen te, hanem mint egy közösség résztvevője a magyar-román, a romániai magyarság és Magyarország kapcsolatában most már jó 3 évtizeddel a hátunk mögött, a tapasztalatunk alapján? Milyen tanácsot adnál önmagunknak, hogyha lehet ilyen tanácsot adni visszamenőleg? Másképp csinálnám, de nem tőlem függ, meg nem is függött tőlem. Az autonómia kérdését másképp kellett volna megragadni és elindítani, mert most az a helyzet van, hogy a román politikusok, akik az autonómia szót hallják, akkor csúnya kifejezés, feláll a szőr a hátukon, nem tudom másképp kifutnak mondani, a világból. De egyszerűen nem értik, vagy nem akarják most már megérteni, hogy ez nem az, amit ők gondoltak. Mire gondoltak, hogy valaki megfogja Harita, Kovásznia, Maros megyét és áthozza a Csongrád megyébe? Tehát ez nonsens, ez hülyeség. Hallgatva téged leginkább az jár a fejemben, hogy az ember politikusként nem csak azért hajlamos elvágólagosan beszélni, mert hogy egyébként talán személyesen is van benne ilyenfajta indítatás, hanem mert le kell egyszerűsíteni a problémákat, és a fehér meg fekete az mindig sokkal egyszerűbb, mint hogyha ezerfajta árnyalat van, miközben az életünk az valóban sokkal árnyaltabb. Együtt kell élnünk, itt fogunk maradni, Kárpát-medencében, meg a Kárpát-medence környezetében. Senki nem fog elmenni innen csak azért, mert a másik lehet, hogy rosszabb pillanataiban ezt szeretné, amikor éppen valami miatt nagyon nem tetszik neki az élet. És azt gondolnám, hogy magyarnak is, meg románnak is, meg aztán magyarok egymás között, meg románok is egymás között valójában egy dolgot tehetnek, mint otthon a családban is, megtanulunk együtt élni, elfogadva egymást olyannak, amilyenek vagyunk és aminek szeretnénk lenni. Lakatos Péter volt ma a vendégünk, hát így magyar és román együttélésről, gondokról, közös örömökről meg kihívásokról. Remélem, hogy jövő héten is velünk tartanak. Köszönöm szépen. Ez volt a Hát így podcast. Ha nem akarsz lemaradni a következő beszélgetésről sem, akkor iratkozz fel Gyurcsány Ferenc YouTube csatornájára, vagy kövess be minket azon a zenemegosztó platformon, ahol éppen hallgatsz minket. Így automatikusan értesítést fogsz kapni a következő részekről. Köszönjük!